Behívták tegnap a parlamentbe Ludovik Orbán kormányfőt. A miniszterelnök a koronavírus járvány visszaszorítása, a választások megszervezése, valamint az oktatás újraindítása érdekében tett intézkedésekről kellett beszámoljon. Minden szükséges óvintézkedést megtett a kormány a koronavírus járvány terjedésének megfékezése érdekében, hangsúlyozta a parlamenti felszólalásában Ludovik Orbán. A kormányfő azonban hozzátette, a fertőzések számának legnagyobb növekedését azt követően regisztrálták, hogy az Alkotmánybíróság felfüggesztette a kormánynak a karanténra és elszigetelésre vonatkozó rendeletét. Az Alkotmánybíróság döntését követően Florin Román képviselő megpróbált elmagyarázni néhány dolgot, amelyeket most megismételek, hogy mindenki tudja. Akkor mintegy 5000 fertőzött volt, de nem rendelkeztünk a karanténba való helyezés, illetve elszigetelés eszközével. Mi több, azok a személyek, akikkel kapcsolatba léptek, azok is szabadon sétálhattak. Erre rátevődött a szigorítások enyhítése, ami a fertőzöttek számának jelentős növekedéséhez vezetett. Emlékezzenek, hogy míg átlag abban napi 500 esetet jegyeztünk, ez egyből megugrott 1000 esetre. Hozzátette, a 136-os törvény részben megoldotta az egészségügyi személyzet ideiglenes áthelyezésével kapcsolatos problémákat is, ezáltal ugyanis mintegy 1500 orvost vontak be a koronavírus elleni harcba. A szeptember 27-i helyhatósági választásokkal kapcsolatban a kormányfő elmondta, ezek megtarthatók a vírus terjedés kockázatának növekedése nélkül, és biztosra veszi, hogy a védőmaszk viselése kötelező lesz a választási kampány alatt szervezett különböző tevékenységek alkalmával. Kötelezővé tehetik azt is, hogy azok a szavazóhelyiségbe be és kimenet után is fertőtlenítsék a kezüket. Az oktatás újraindításáról Orbán hangsúlyozta, szeptember 14-én kezdődik a tanév, a tanintézményekben pedig kötelező lesz a maszkviselés a tanároknak, diákoknak és a kisegítő személyzetnek egyaránt. A későbbiekben az Országos Közegészségügyi Intézet vezetője pontosított, a diákoknak szünetekben kell maszkot viselniük, az osztályteremben nem, míg a tanároknak a tanórák ideje alatt is.